Hellóztok! Amit éppen láttuk, ez egy Facebook lap. A Linux Mint hivatalos magyar közösségén, community formában. Azért csinálom ezt a videót egyébként, hogy megmutassam, hogy hogyan néz ki a 17-es KDE azokban a... Posztoltam egy kis problémát, de ez tényleg ilyen... hogy szokták mondani? Hát ilyen kozmetikai probléma. Amit igazán mutatni szerettem volna az, hogy a... arra a számítógépre, ami nekem van, arra én jelenleg nem tudok jobbat, mint a Mintnek a KDE-je, és ugye igyekeztem azért ennek megfelelően a legújabbat leszedni, ez a 17-es. És egyedül az a rossz ebbe a rendszerbe, hogy talán picit szokni kell, hogy mi hol van, mi hogy működik, és a régi Ubuntu-s fejemmel, meg a Windows XP-s fejemmel, meg a Windows 98-as fejemmel kicsikét máshol vannak a dolgok, de ezen kívül semmi rosszat nem tudok róla elmondani. Szóval annyi bajom van, hogy több hangkártya van, mert a videokártyában van egy hangkártya, az alaplapban van egy hangkártya, meg van egy rendes hangkártyám is, és a hangerő szabályzónak a tekerője, ami a billentyűzetem van egy hangerő szabályzón, így mutatom nektek, így valószínűleg jobban látjátok. Ez működik ugyan, tehát látom a képernyőn, hogy megy föl le a hangerő szabályozás, csak nem azt a hangerőt szabályozza, ami be van kapcsolva, hanem azt a hangerőt, ami nincs. És most ezt így még nem nagyon értem, hogy kell művelni. Mindenképpen meg akartam mutatni, hogy hogyan néz ki a 17-es KDE egy i7-esen. Tehát amit éppen most így látunk, mindjárt előkerítem, mert dobozos, az egy i7-990, amit éppen láttok. Ha akartok, akkor esetleg rá tudtok keresni az Intel, az ARK Intel Common. Ez egy három monitoros Eyefinity rendszer, értelemszerűen Atiridon videokártyával. Tehát valahogy így néz ki a dolog. Megpróbálom megfordítani az asztalt, jó? Tehát így állítottam be a hátteret, van egy két színű hátterem, egy fehérből feketébe, és akkor középen van egy fekete hátterem, ami egészen kulturáltan sikerült. Azt szerettem volna mondani, hogy az az egyetlen problémám vele, hogy multi hangkártyás rendszerről van szó, és ez nem jó. Tehát megpróbálom elmagyarázni. Van egy integrált hangkártyám, van a videokártyában egy hangkártya, ugye a HDMI-hez tartozó, és van a rendes hangkártyám, ez egy Soundblaster hangkártya, és emiatt nem megy a hangerő. De ugye ezen kívül, amit éppen tudni kell, úgy mindent tud a rendszer. Úgy mindent. Van, ugyanúgy, böngészője. Ezt most azoknak mondom, akik nem nagyon értik, hogy mi ez a Linux mintes dolog. Tehát ez is ugyanolyan operációs rendszer, mint majdnem bármilyen más eddigi Windows, amit én eddig tapasztaltam. Nem tudom, mi az a rángatózás. Én nem rángatom a kamerát, bocsánat. Tehát ugyanúgy van benne böngésző. Ugyanúgy van benne böngésző. Itt van a zenelejátszó, fájlkezelő, stb. Még TS programunk is van, ugye az a másik ablakon. Itt ki van nyitva a böngésző meg a TS program, tehát ezt úgy hívjuk, hogy TeamSpeak 3. És hát majdnem bármit képes megcsinálni, mint a Windows. Ugye a Windowsban az egy előny van, hogy a legújabb játékok arra jönnek ki, de nekem van egyéb játékom is, tehát nekem nincs problémám azzal, hogy ne lennék ellátva, mondjuk például. Ügyességi játékokból egyből itt az Open Arena, egy kicsit hátrébb jövök már. Nem tölt lassan, tehát kicsit ilyen furcsa, mindegy. Tehát itt három monitoron történik a játék, nem nagyon fogok belemerülni, megígérem, csak ilyen gyors bemutatót tartok, hogy mi a fenéről van éppen nagyban szó. Tehát itt, nem tudom mennyire látjátok, remélem látjátok, mind a három monitor egyben mozog, kicsit hátrébb jövök, hát ha... Ja, közben jól lelőttek, nem baj. Tehát mind a három monitoron egyszerre történik az esemény, jó? Tehát rendesen ugyanúgy működik a játék, mint az összes többi Eyefinity módon, jó? Egyszerűen csak működik, jó? Az FPS-t azt nem kapcsoltam be, tehát azt most itt per pillanat nem látjátok, de van egy 6990-es kártyám, meg egy i7-esem, szóval az az érték ott nem lassú, jó? Tehát nem nagyon látok bármiféle akadozást, illetve a laggolást a játék folyamán, akárhány botot helyezünk be a játékban, jó? Tehát az összes ilyesmi játék, amit most billentyűvel értem ki, az összes ilyesmi játék, ami mondjuk ez a haderő, amit látunk, az nem akadozik.
Úgyhogy tényleg csak gratulálni tudok azoknak az embereknek, akik rendelkeznek mondjuk 3.0 GHz fölötti számítógép teljesítménnyel, rendelkeznek legalább 2 giga memóriával, ami mondjuk nem olyan nehezen megszerezhető manapság. Most éppen gondolok egy i3-asra, egy jó erős 478-asra, tehát még a régi P4-esekből is voltak 3 GHz fölöttiek. Tehát akik rendelkeznek ilyen gépekkel, azoknak szinte kötelező lenne a Cinnamon, illetve a KDS rendszerek kipróbálása, hiszen egyszerűen semmi negatívat nem tudok felhozni a rendszer ellen. Én szerintem a legújabb tapasztalataim szerint a KDE rendszer sokkal gyorsabb, mint a GNOME rendszer, ami az Ubuntu-nak az alapja. Remélem jól tudom. Tehát ugye nem nagyon jól tudom, azért ne nagyon kövezzetek meg, jó? Úgyhogy ennyit akartam csak mondani, illetve mutatni, hogyha valakit érdekelnek így a részletek, akkor az nyugodtan szóljon, azért igyekszem segíteni.